Sziasztok! A mai Csináld Magad videóban egy olyan technikát szeretnék megmutatni, hogy az autóról, most ez bármilyen matricára vonatkozik, hogy lehet öntapadós matricát leszedni. Ez egy speciális matrica, az külföldről vásároltam az autót, és ez olyan ez a matrica, van egy külső kemény réteg rajta, és alatta egy olyan ragaszt, úgy van felragasztva maga ez a matrica, hogy ne lehessen leszedni, és egy pontosan le lehet szedni, csak ilyen körömnyi darabokban jön le, és még utána is ott fog maradni alatta gyakorlatilag egy ilyen hologramszerű írás. Most ennek a technikáját fogom megmutatni, hogy ezt hogy kell leszedni, ha valaki bármilyen más matricát le akar autóról szedni, akkor nem kell elvinni és drága pénzért megcsináltatnia, vagy ilyen helyzetben el se tudja vinni, megcsináltatni ezt egy céggel, hanem ezt szépen azon is le tudod szedni. Ami kell hozzá, egy hőlégfúvó, lehetőleg olyan, ami hőszabályzós, mert nem szabad nagyon forrón, mert főleg ennél a résznél, ez egy műanyag elem, ezt, hogyha ez nagyon megmelegít, ez elhajlik. Ezt lehet bármelyik benzinkúton, szupermarketbe, bárhol kapni, ez egy ragasztó és matrica távolító spray, egy folyadék. Én ablaktisztítót használok hozzá, ez egy normál ablaktisztító, ez azért, hogy a fényezésről leszedjen majd a még maradék ragasztó, és papírtörlő. És akkor kezdjük a folyamatot, hogy ez hogy is néz ki. És akkor ezzel lefújtuk, azonnal minél hamarabb lehetőleg alkoholmentes ablaktisztítóval mossuk le, nehogy megmarja a fényezést. Kicsit megoldjam, azért ez most egy műanyag felület.